Egyre több fejfájást okoznak a vadak Szekszárdon, szinten napi szinten érkeznek kárbejelentések. A legtöbb esetben a vaddisznókkal gyűlik meg a lakosok baja, mondja Müller János, a Szekszárdi Aranyfürt Vadásztársaság elnöke. Az egyesület egyébként az év során több megelőző tevékenységet is végez. A téli időszakban a galériaerdő, tehát a város környéki galériaerdőket figyelemmel tartjuk, kezeljük. Terelővadászatokat tartunk. Megpróbáljuk a vadat távol tartani, elcsalni a város környékéről, külterületi szórókat üzemeltetünk, hogy hátrább húzódjanak a vadak. Az elmúlt években jelentősen csökkent a vadállomány, ugyanis még korábban 160-170 állatot is lőttek a galéria erdőkben, ez a szám napjainkra 100 körülére csökkent. Ennek oka többek között, hogy lényegesen kisebb lett a vadak élettere, az önkormányzat is segíti a zárt kerti gazdákat, a városvezetés közel 800 ezer forint értékben vásárolt riasztószert. Az önkormányzat is teljes válszélességgel beleállt ezekbe a dolgokba. A mezőőrök, ahogy járják a területet, folyamatosan érdeklődnek és segítenek azoknak, akik bejelentéssel fordultak az önkormányzathoz, mert azonnal telefonszámcsere, és akkor aznap vagy még másnap felkeresik a károsultakat. Mivel belterületen tilos vadászni, a lakosok is sokat tehetnek az ügy érdekében, például jó minőségű, az állatnak ellenálló kerítéssel, vadriasztószerrel és villanypásztorral is védekezhetnek a négylábú betolakodók ellen.